Jó estét kívánok kedves nézőinknek! Ez az Oxigén Televízió esti híradója május 26-án csütörtökön. Két tankerület lesz Győr-Moson-Sopron megyében, csökkent a munkanélküliségi ráta Komárom-Esztergom megyében, és őszre elkészülhet az M86-os autóút hiányzó szakasza. A részletekkel azonnal jövünk, de előtte mutatjuk ma esti kiemelt témáinkat. Csaknem 50 millió forintot szerzett egy banda levélen, amikor kiraboltak egy pénzváltót. A rendőrök elfogták őket. A Nyugat-Dunántúl legnagyobb bronzkori temetkezési helyét tárták fel a régészek Farád határában. A leletek az M85-ös út építésénél kerültek elő. Lezárta az évet a győri Audi Eto KC. A női kézilabdások elbúcsúztak azoktól a játékosoktól, akik távoznak a csapattól. És marad a nyárias időjárás a következő napokban, sok napsütéssel. A részletes időjárás jelentéssel adásunk végén jövünk. Millió forintot szerzett négy férfi még 2015. októberében, amikor kiraboltak egy Moson-Magyaróvárhoz közeli pénzváltót. A rendőrök az egyik elkövetőt nem sokkal az eset után elkapták, azonban a férfi egészen mostanáig tagadta, hogy elkövették volna a bűncselekményt. A 29 éves dunaújvárosi férfi a napokban vallotta be, hogy három társával valóban kirabolták a pénzváltót. Hárman próbálják meg kivonszolni az egyik Moson-Magyaróvárhoz közeli pénzváltóból a milliókat tartalmazó széfet. A biztonsági kamera rögzítette azt is, ahogy a páncélszekrényt nagy nehezen egy gurulós kocsira emelik, ehhez már mind a négy rablóra szükség volt. Az eset még 2015. októberében történt. A kiérkező rendőrök megállapították, hogy a tettesek először a falat kísérelték meg kibontani, úgy akartak bejutni az épületbe, majd amikor ez nem sikerült, akkor az ablakrácsát, illetve az ajtókat feszítették. Fel. A rendőröknek a bűncselekmény elkövetése után nem sokkal sikerült az egyik rablót elfogni. Annak ellenére, hogy a tettesek próbálták az arcukat eltakarni, a kollégáimnak sikerült 2015. decemberére beazonosítani egyiküket, Hálászló 29 éves dunaújvárosi férfit, akit aztán a Fejér megyei kollégák segítségével elfogtak. A Moson-Magyaróvári rendőrkapitányságon a 29 éves férfit lopásbüntet megalapozott gyanúja miatt, őrizetbevétele mellett gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi hónapokon át tagadta, hogy kirabolták volna a pénzváltót, azonban a napokban beismerte a bűncselekményt. Az előzetes letartóztatásban lévő H. László feltáró beismerő vallomást tett, és későbbi helyszíni kihallgatásakor megmutatta a rendőröknek, hogy hova ásták el az ellopott, majd felfeszített páncélszekrényt. Az elásott páncélszekrényt a pénzváltótól nem messze találták meg a rendőrök. A hatóságoknak a férfi három bűntársát is sikerült beazonosítaniuk. Ők jelenleg mindannyian más bűncselekmények elkövetése miatt vizsgálati fogságban, Németországban tartózkodnak. Ellenük európai elfogató parancs van érvényben. Két tankerület lesz Győr-Moson-Sopron megyében összesen 10-15 milliárd forintos költségvetéssel, mondta el Palkovics László oktatási államtitkár Győrben. Összesen 57 kerület lesz az országban, amellyel az a cél, hogy a napi döntések helyben szülessenek meg. Hozzátette, hogy a köznevelési kerekasztal a jövőben négy területre, a pedagógus képzésre, a tartalomfejlesztésre, a fenntartói változásra, valamint az oktatási struktúra és infrastruktúra fejlesztésére koncentrál. Utóbbiaktól azt várják, hogy csökkenjen a nagyobb városok és a kisebb települések közötti különbség az oktatásban. Több terület, így többek között teljes Győr-Moson-Sopron megye is kimaradhat az iskolatej programból. Idén ősztől ugyanis a klik irányítása alá tartozó iskolák közül csak azok a tankerületek írhatnak alá szerződést az iskolatej szállítókkal, akik erre engedélyt kapnak. A piaci szereplők becslése szerint ez országszerte 100-150 ezer gyermeket érinthet. Ősztől egyébként az iskolatej programra 2 milliárd 160 millió forintot szánnak, ami 500 millió forinttal kevesebb, mint az idei tanévben. Őszre elkészülhet az M86-os autóút hiányzó szakasza Csorna és Hegykő között. Az autósok várhatóan október végétől, november elejétől vehetik majd használatba az utat.
amint egy 34 kilométeres útszakasz építése nagyjából 65 milliárd forintba kerül, és legnagyobb részt Európai Uniós forrásból finanszírozzák. A teherforgalomnak kötelezően az új utat kell majd használnia, így a 86-os főút melletti települések mentesülnek az átmenő forgalomtól. A Nyugat-Dunántúl legnagyobb bronzkori temetkezési helyét tárták fel a régészek Farád határában. Az ásatásokat április elején kezdték, eddig 160 sírból közel 1000 lelet került elő, és még legalább ennyire számítanak a régészek, akik körülbelül másfél hónapig kutatnak még a területen. Április eleje óta zajlanak a megelőző feltárások Farád határában. A területen a régészek egy urnatemetőre bukkantak, eddig körülbelül 160 sír került felszínre, ezzel pedig a Nyugat-Dunántúl legnagyobb bronzkori temetőjét sikerült feltárniuk. A temető egyik sarkán kijelölt égetőhelyen elhamvasztották az elhunytat, a hamvaikat összeszedték a mágjáról, és tulajdonképpen ezt tették bele a földbe, ezt a sírgödörbe. Ezt egy kiégetett agyagedénybe, tehát egy kerámia edénybe helyezték a hamvakat, köré mellékletként kisebb edényeket, illetve fém tárgyakat tettek még. Ezek a fém tárgyak lehetnek ékszerek vagy fegyverek is. Nálunk viszonylag kevés fegyver melléklet került elő, ez jobbára lándzsa, illetve balta, néhány használati tárgy, úgy mint kések. Ezeken kívül rengeteg ékszer, nyak és karperec és különböző díszítésű hajtűk is előkerültek a földből. Ez egy gyereknek a bronzkarperece. A sírból emeltük ki, ugye a hamvak mellé az ékszereket is elhelyezik. Fölkerül a mágjára, és akkor utána mellé teszik a sírba. Alig egy hét alatt körülbelül 30 urna került felszínre, az eddig feltárt 160 sírból közel 1000 leletanyag került elő. Ez a késő bronzkori úgynevezett urnamezős kultúrának a leletanyagait találtuk meg. Ezek tulajdonképpen egy közép-európai, illetve nyugat-európai kultúra komplexumnak a részei. Az egész Dunántúlon megtalálhatóak a telepei, illetve a temetői. Ez, ha minden jól megy, az egyik legnagyobb temetkezés, ismert temetkezés itt a környéken. A temető mellett egy szintén bronzkorra datálható telepet is találtak a régészek. Ez az ásatás azért különleges, az érdekes, mert itt viszonylag nagy felületen tudjuk megkutatni az urnemezős kultúra, késő bronzkori urnemezős kultúra települését és temetőjét is. Ugye a kolléga fönt a temetőt tárja föl, itt pedig valószínűleg a temetővel egykörül település kerül föltárásra. Itt a sok-sok cölöpjük, ami itt látható területen, az mind-mind az egykori cölöpszerkezetes házaknak a gyakorlatilag a cölöpének a helyét jelzi. Bár erről a területről nem sok kézzelfogható lelet került elő, sok mindenre lehet következtetni azzal kapcsolatban, hogy hogyan éltek itt egykor az emberek. Viszonylag kevés leletanyag kerül elő, ugyanis itt döntő többségében cölöpjúkkal kerülnek föltárásra, ugye ezekben nem túl sok leletanyag fogható meg, de előkerült már több hombár is, ami a mezőgazdasági terményeknek a tárolására szolgált. Valószínűleg ezen a területen az úgynevezős kultúrának a lakossága ezzel kereskedett, ugyanis nagyon nagy volt ennek a kultúrának a bronz nyersanyag igénye, ami a területen nem volt beszerezhető, ezt valószínűleg a jelenlegi Szlovákia, illetve Ausztria területén importálták, és a gabona volt a cserélanyaguk ehhez. Az ásatások még közel két hónapig folytatódnak, a leletekből pedig elképzelhető, hogy kiállítás is lesz. Alig több mint 4%-os volt áprilisban a regisztrált munkanélküliek aránya gazdaságilag aktív népességen belül Komárom-Esztergom megyében, derült ki a megyei kormányhivatal adataiból. A tájékoztatás szerint a megye fő munkaerőpiaci mutatói az előző évhez képest kedvezően alakultak. Az álláskeresők száma egy év alatt közel 30%-kal csökkent, a relatív mutató értéke pedig 2%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A pályakezdők aránya az álláskeresők között kevesebb, mint 8%. Már 3 éve rendszeresen támogatja a Patronus Lions Club a Petszaladár megyei kórház gyermekintenzív osztályát. Idén egy precíziós infúzió adagoló készülék vásárlására adományozott az alapítvány 500 000 forintot. Az osztályon ez lesz a 6. ilyen eszköz, de közülük 2 nagyon régi, bármelyik pillanatban elromolhat. Idén a klub már közel 1 000 000 forinttal támogatta az intenzív osztály működését. Újabb eszközvásárlással segíti a Petszaladár megyei kórház gyermekintenzív osztályát a Patronus Lions Club. A célja az egésznek az, hogy pontosan, óráról órára, milliliterre pontosan tudjuk azt mérni, hogy mennyi folyadékot adunk. Az alapítvány korábban is támogatott már gép beszerzést az osztály számára, a mostani adományra azonban büszkébbek, mint máskor.
Valamilyen támogatással megpróbáljuk a gyermekintenzív alapítványt támogatni. Korábban csak rész összegeket tudtunk rendelkezésre bocsátani, mert egy ilyen készülék beszerzésre szükséges. Most idén először, most mi is kicsit nőttünk, most már egy teljes eszközbeszerzésre elegendő pénzt sikerült összegyűjtenünk. Most egy precíziós infúzió adagolópumpa vásárlására gyűjtöttek 500 ezer forintot. Az adomány átadását igazoló dokumentumot a megyei kórház gyermekintenzív osztályán írták alá a felek. Az év során olyan jótékonysági programokat végzünk győrszerte, amiknek egyrészt a bevételéből, másrészt az adományaiból sikerült támogatnunk olyan programokat, mint ez az alapítványnak az eszközbeszerzése. Jelenleg 5 ilyen eszköz van a gyermekintenzíven. A hatágyas szobában azonban minden ágyhoz szükség lenne, legalább egy ilyen készülékre. Elengedhetetlen a megbízható munkához. Az infúziónak a pontos adagolása pici gyermekkorban az alapvető. Ezek az egyéb csepposztós vagy sima infúzióadagolók, azokkal pontosan nem lehet adagolni, hanem csak ezekkel a készülékekkel. A Patronus Lions Club a mostanival együtt idén már 850 ezer forintot adományozott az osztálynak, erről pedig egy emlékplakettet is átadtak az osztályt képviselő orvosok részére. Hivatalosan is lezárta az évet a győri Audi Eto KC női kézilabda csapata. A zöld-fehér kézilabdások a magyar bajnoki és kupa arany mellett egy BL ezüsttel zárták a szezont. Az évzáron a klub elbúcsúzott azoktól a játékosoktól is, akik jövőre már nem a győri mezt húzzák magukra. Visszavárunk. Ezzel a hatalmas képpel búcsúzott a győri Audi Eto KC Kovacsics Anikótól, jelezve, hogy amikor az irányító szerződése 2 év múlva lejár a Ferencvárosnál, az aréna ajtaja még mindig nyitva lesz Misi előtt. A kiváló játékos azt mondta, csak azt bánja, hogy nem sikerült a harmadik BL sikerrel búcsúzni a Győrtől. Akárhogy mondjuk, hogy ez az ezüstérem a BL-be, ez ugyanolyan, vagy ugyanúgy szép, meg jó eredmény. Én nem tudom, személy szerint én nem tudok neki annyira örülni, mert tényleg annyira akartuk, meg annyira bennünk volt, hogy ezt most megnyerjük, meg dolgoztunk érte, hogy még ennyi idő után is nekem keserű ez az érzés. De hát nem tudom, hogy ez majd változik. Én azt mondom, hogy ez nagyon megvolt, és nagyon ott volt a kezünkbe, és könnyű lett volna, csak egy picit kellett volna több, és ezért a legfájóbb. Borkai Zsolt, a város polgármester a klub évzáróján viszont azt mondta, hogy szégyenkezni való semmiképpen sincs, hiszen a két arany mellett a BL ezüst is szépen csillog. Talán nem is kényelmesedtünk mi győriek, mi magyarok a tekintetben, hogy mindig csak az első helyet tudjuk elfogadni. Tudom, egykori sportolóként, hogy én jó magam is csak az első helyet tudtam elfogadni, de összességében azt kell, hogy mondjam, hogy a két aranyérem és az ezüstérem ez egy csodálatos dolog volt. És persze egy-egy szituációban tudtunk bánkodni, de mégis ebben az évben ez a csapat az valóban csapat volt, és egységként tudott kiállni, és tudott nagyon sok örömet szerezni a szurkolóknak, nagyon sok örömet szerezni a győrieknek, amit szívből köszönök. Ezt erősítette meg a névadó szponzor képviseletében Lőre Péter, az Audi Hungária kommunikációs igazgatója is. Hozzátette azt is, hogy az együttműködés kezdete óta eltelt 10 év a legeredményesebb volt a klub életében. Az Audi továbbra is ott van a klub mellett, legalább 10 évvel készülünk, és reméljük, hogy még több lesz belőle. Az Audi Eto játékosaiból a legtöbben most a válogatotthoz utaznak az EB selejtezőkre, majd aki nem érdekelt az olimpián, a jól megérdemelt pihenőt is elkezdheti egy hosszú és izgalmas szezon végén. Péntek este eldöntheti a bajnoki cím sorsát a Rába Eto futsal csapata. Ehhez a zöldfehéreknek a magvasi sportcsarnokban kell begyűjtenie a 3 pontot a Veszprém együttesétől, és szurkolni a Berettyó Újfalunak, hogy győzze le a Dunaújvárost. A győriek egyébként az idei felsőházi rájátszásban egyelőre veretlenek. A Veszprém elleni találkozó pénteken este 7:30-kor kezdődik. Tanévzáró fesztivált tartott a győri Ovi Foci Klub. A 17 éve alakult egyesület fiatal játékosai lehetőséget kaptak, hogy a sok csatát megélt Eto stadionban rúghassák a labdát a hétvégén. Az eseményen nem a győzelmek és a rúgott gólok számítottak, hanem az, hogy a kilátogató gyerekek és kísérőik a jó időben jól szórakozzanak és sportoljanak.
A Bozsik program keretén belül hagyományosnak nevezhető ovi foci rendezvényt tartottak a hétvégén az Etó stadionban. A mérkőzéseken 30 óvoda, közel 400 gyereke rúgta a labdát a nap folyamán. Valamennyi gyerek aranyérmet kap, tehát én azt gondolom, hogy elsősorban óvodásokról lévén szó, a mozgás, a játék öröme a fontos, tehát szabadidős tevékenységről van szó. Emellett azért persze verseny is van, hiszen potyognak a gólok, és azért nézzük, melyik csapat milyen eredményt ér el, de igyekszünk a történetet úgy kezelni, hogy valamennyi gyerek boldogan, aranyéremmel a nyakába menjen haza. A versenyen elsődlegesen tehát nem a győzelem volt a fontos, sokkal inkább az, hogy minden gyerek megszeresse még jobban a sportot, és minden szülő jól érezze magát. Az ovi olimpián is jól szereplő Sűn Balázs óvodában is így gondolkodnak. Hát mindenki jól érezze magát, az a legfontosabb, ilyen kiskorban. Szeressék meg minél jobban a focit, aztán majd továbbiakban már csapatoknál azért lehet tovább fejlődni. A legkisebb focistáknak is szükségük van szakképzett edzőre, ehhez pedig nagy felkészültség kell. Hiba Norbert sem véletlenül lett ovi foci edző. A 13 éve a legkisebbekkel foglalkozó szakember családjában már hagyomány, hogy az ovisokkal ismertetik meg a labdarúgás alapjait. Ha a gyereket érdekel a labda, akkor nincsen semmi gond, akkor már lehet vele foglalkozni. Akit nem érdekel a labda, azzal nem is tudok igen foglalkozni, mert hát semmi. Akit érdekel és figyel, azon lehet látni a tehetséget. Aki tehetséges, azon nagyon hamar kitűnik a többiek közül. A tehetség tehát már igen korán utat törhet magának a labdarúgásban is. Az évzáró fesztiválon viszont most nem ez volt az elsődleges cél. A szervezők nagyobb eredménynek tartják azt, hogy idén is sikerült a legkisebb labdarúgóknak egy nagy családi rendezvényt szervezni. Csaknem 50 millió forintot szerzett egy banda levélen, amikor kiraboltak egy pénzváltót. A rendőrök elfogták őket. A Nyugat-Dunántúl legnagyobb bronzkori temetkezési helyét tárták fel a régészek Farád határában. A leletek az M85-ös út építésénél kerültek elő. Lezárta az évet a győri Audietó KC. A női kézilabdások elbúcsúztak azoktól a játékosoktól, akik távoznak a csapattól. Ma este sem maradunk programajánló nélkül, Korrodi Petra már itt is van velünk a stúdióban a legjobb kikapcsolódási lehetőségekkel. Szia Petra! Szia és köszöntöm a nézőket! Tatai Patara holnaptól egészen vasárnapig Tatán az öreg tónál. A rendezvényről részletesen Zombori Mihály, a Patara főszervezője beszél a folytatásban. 27-én kezdődik maga a nagy rendezvényünk. Az első nap koszorúzással ugye a várnál harcolt hősök emlékére, és 19 órakor elindul a mustra, ahol felsorakoznak a külföldről, illetve a hazánkból érkezett hagyományőrök. Amikor vége van a mustrának, akkor elindulunk egy párgyás felvonulásra. 28-án kezdődik a egész napos rendezvény. 10:30-kor egy nyílt-színi csatával kezdünk, ahol természetesen felsorakozik az oszmán sereg és felsorakozik a keresztény haderő. Ez egy nagyon látványos, minden olyan csata jelenetet bemutatunk, amit a korban nyílt-színi csataként használtak fegyvereket, illetve harcászati szokásokat. 29-ére tettük azt a neves eseményt, amikor bemutatjuk a patara használatát, ez az úgynevezett kapu petárdát. Aztán mézes narancsos felfrissülés holnap is éjszakai fürdőzéssel várja az érdeklődőket a győri Rábakvelle. A mézes narancsos szauna szeánszok mellett fényjátékkal, gyertyákkal és új beltéri csúszdákkal készül a fürdő a vendégek számára. Éjszakai fürdőzés tehát holnap este 9 és éjfél között. Aztán holnap délután 2 órakor nyílik a baba kiállítás Moson-Magyaróváron a Flesz Károly Kulturális Központ Galéria 94 kiállító termében. A tárlaton Podmanicki Miklósné gyűjtő és baba készítő munkáit lehet megnézni, több évtized termését. A tárlat június 11-ig látogatható. Most pedig nézzük, hogy milyen időjárás várható a következő napokban. Napos és csapadékmentes lesz a péntek az előrejelzések szerint északnyugaton. Pénteken hajnalban 13, amíg reggel 23 fok valószínű a prognózisok alapján. A péntek délután is tiszta napos lesz, a nappali csúcshőmérséklet 18 és 26 fok között valószínű.
A péntek este is tiszta lesz, a nap végén 15-18 fok várható. Marad a csapadékmentes idő a folytatásban is északnyugaton a hosszú távú előrejelzések szerint. Szombaton reggel és este 14, amíg napközben 26 fokot is mutathatnak a hőmérők. A felhő átvonulásokból elszórtan zápor kialakulhat. Vasárnap már szinte felhőmentes időben lehet részünk. A nappali minimum 15, amíg a maximum 28 fok körül valószínű. A hétfő is nyáriasan alakul. Reggel és este 14, amíg napközben 27 fok várható. Kedves nézőink, Önök az Oxigén Televízió műsorát látták május 26-án csütörtökön. Köszönjük, hogy ma este is velünk tartottak figyelmükre, holnap este 7 órától újra számítunk. Akkor jövünk majd friss híradóval. Addig is kellemes pihenést, jó éjszakát kívánok, a viszontlátásra! Thank you.